Számos kormányzási formát kipróbáltak, és ki is fognak próbálni ebben a bűn és jaj világában. Senki se tesz úgy, mintha a demokrácia tökéletes vagy bölcs lenne. Valójában azt mondják, hogy a demokrácia a kormányzás legrosszabb formája. Kéve az összes többi formát, amelyet időről időre kipróbáltunk, Winston Churchill mondta, és talán nem is lehet lefolytatni a mai világban egy beszélgetést a demokráciáról, hogy ez a híres Churchill idézet ne hangozzon el. De hogy mi is a demokrácia, jó-e a demokrácia, hogyan lehetne jobb, és ha nem demokrácia, akkor mi az alternatíva, ezekről a kérdésekről fogunk beszélni Nyírkos Tamással, politikai filozófussal. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést. Köszönöm a meghívást. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor találkozott elsőnek azzal a kifejezéssel, hogy demokrácia? Hát, megmondom, de ez kicsit furcsán fog hangzani. Valamikor még gimnazista koromban ami ráadásul a szocializmusban történt még, és, és amikor azt a szót emlegettük állandóan, hogy demokratikus centralizmus. És ezt már hát az ember ilyen 14-15 éves fejjel is egy kommunista rendszerben levette, hogy ez valami nagyon nagy kamu, ez valami <laughs> nagyon nagy mellébeszélés, hogy egyrészt demokratikus, másrészt meg centralizált. Ugye? Ez volt valóban egyfajta hivatalos ideológia, tehát a kizben a kommunista ifjelkező szövetségben mindig ezt tanultuk, hogy nálunk demokratikus centralizmus van. Tehát ha úgy tetszik az első találkozásom a demokráciával, az már eleve gyanút keltett bennem a demokrácia szóval kapcsolatban, a demokratikus szóval kapcsolatban. És hogyha most mondom ezt a kifejezés, hogy demokrácia, akkor mi változott önben a kifejezés kapcsolatban? Semmi, e, csak, soka, csak, csak e, rengeteg, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Akkor valóban azt hittük, hogy hát persze, a, ami nálunk van, az persze az csak ilyen. Na, szavakban demokrácia, úgy értem, hogy a, a, egy szocialista ország, de bezzeg nyugaton, ugye, ott, ott, ott valódi demokráciával. De az az igazság, hogy, hogy most körülbelül ugyanennyire szkeptikus vagyok magával a szóval kapcsolatban. Tehát ma inkább az a problémám, hogy a demokrácia az, az egy olyan szóvá vált, ami, aminek ma lényegében semmilyen konkrét jelentése nincsen. Ezt tudom, hogy botrányosan hangzik, és ha ezt valaki meghallja, akkor rögtön arra fog gondolni, hogy na, itt van a demokrácia egy ellensége, az az én. Ezt már most szeretném előre bocsájtani, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy a demokrácia valamikor, de hogy a felvezetőben egyébként el is hangzott, az egy, az egy kormányzati formát jelentett. Ugye, még Churchill is, ezen a 20. század közepén mondott ugye beszédében. Ez valóban örülök, hogy szó szerint idéztem, mert, mert ennek ezt egy kicsit ilyen átformálva szokták, hogy, hogy, hogy Winston Churchill szerint a demokrácia az rossz, de, de nincs nála jobb. Ugye? Tehát nem, Churchill lennél sokkal finomabban és, és elegánsabban fogalmazott, ugye? hogy mondja ugye ezt a in this world of sin and woe, ahogy mondta, tehát a, a, szó szerint a bűnnek és a síralomnak. Ugye? Tehát a síralom már mindent megpróbáltunk, és persze a demokrácia Demokrácia sem tökéletes, de, 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 az összes többi, amit kipróbáltunk helyett, az van. De még ő is azt mondja, hogy ez egy kormányzati forma. És eredetileg ugye a demokrácia, hát mindenki tudja, hogy görög szó, és, és általában mindenki azt is tanulta, hogy ez a ókori e, görög világban keletkezett. De ott a demokráciának könyörgő még volt egy nagyon világos egyértelmű jelentése. Az tényleg a kormányzásnak, egyáltalán a közösség igazgatásának egy, egy nagyon jól körülírható formája van. Tehát, ahogy a régi görögök látták, hogy van olyan, sőt, hát az államok, városállamok többsége az olyan, hogy egy király, egy 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 egyszemélyi vezető irányítja. Aztán vannak olyanok, ahol, ahol, egy kisebbség, egy arisztokrácia vagy oligarchia hozza meg a legfontosabb döntéseket. És ezzel szemben egy teljesen világos fogalom volt az, hogy, és van egy-kettő, nagyon kevés olyan polisz, amit pedig a démosz, tehát a, nem is a nép igazából, a démosz nem igazán a népet jelenti, ugye a nép egészét, hanem a népgyűlés hozza a legfontosabb döntéseket. Ugye értjük, hogy ez még egy teljesen világos fogalom. Tehát a legfontosabb döntéseket kihozza egy ember, egy kisebbség, vagy a népgyűlésben jelenlevő embereknek a sokasága. Ezt pontosan értjük, hogy micsoda. A probléma ugye akkor kezdődött, amikor aztán valamikor, már bőven az újkorban, 18. század közepén, elkezdték egyesek azt mondani, hát de tulajdonképpen a képviseleti kormányzást is lehetne demokráciának nevezni. Tehát amikor már nem a démosz, nem a névgyűlés, nem az emberek sokasága hozza meg a döntést, hanem ők választanak olyan képviselőket, akik aztán helyettük és a nevükben kormányoznak. Ezt 18. század közepén vetették fel először. Addig a képviseleti kormányzatot soha nem hívták demokráciának. És ugye manapság pedig általában a képviseleti demokráciáról beszél. Tehát ez, ez már egy nagyon furcsa dolog, mert a hagyományos szóhasználatban az, ami nálunk van, az nem demokrácia, hanem vegyes kormányzat. Ezt régen az ilyen típusú, hogy választunk képviselőket, tehát majdnem az embereknek is van valami beleszólásuk, mert ők választják a vezetőket, de aztán persze a vezetők végzik a konkrét irányt, de csak az ők gyakorolják a hatalmat. És még én értem meg arisztokratikus is, és van benne persze általában egy egyszemélyi vezető a legeslegtöbb országban ma is, tehát van egy monarchikus elem is. Ezt az ókorban Arisztotelész, középkorban Szent Tamás, soha nem demokráciának nevezte, hanem egy demokratikus, arisztokratikus és monarchikus elemeket is tartalmazó vegyes kormányzatnak. Tulajdonképpen csak a 18. század közepén elszórtan Kezdték emlegetni ezt a rendszert úgy, mint demokrácia. elszórtak, hát el, egy embert szórtak el, tehát egy Dárzsanaszon nevezett francia. A világ világtörténelem, vagy mondjuk ilyen, hogy a politika történet egyik legnagyobb szélhámosa volt, egy zseniális szélhámos, tehát aki egyszer csak azt írta, hogy hm, tulajdonképpen ez a demokrácia, hogy a, hogy a néptöbbsége közvetlenül gyakorolja a hatalmat, ez nem is igazi demokrácia. Ez egy rossz, hamis fosz demokrácia. Az igazi, veritable demokrácia az az, amikor képviselőket választanak, akik majd kormányoznak helyettük. Ugye? Tehát értjük, hogy ez, ez azért egy nagyon nagy csúsztatás. Ezt korábban senki nem gondolta így. És tulajdonképpen a világban is csak a 19. században, 19. századnak inkább a közepén, második felébe terjedt el az, hogy a képviseleti rendszereket, a választott parlament által gyakorolt hatalmat és demokratikusnak nevezzük. És ha beszéltem korábban a szocialista demokráciáról, akkor pedig hát a 20. században jutottunk el oda, hogy már mindenki demokratikus volt. Tehát volt szocialista demokrácia, volt keresztény demokrácia, volt liberális demokrácia, és, és még a királyságok, a monarchiák is önmagukat demokratikusként kezdték definiálni. Ugye, lásd, Egyesült Királyságban demokrácia van. Ezt, ha most ide jönne Arisztotelész, nem érteném, miről van. Az hogy lehet, hogy király is van, meg demokrácia is van. Hát ő ezt mondja, hogy ez nem vegyes kormányzat. És mert, ha mondom, Arisztotelésznek lenne igaza. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a demokrácia egy ilyen szinte jelentés nélküli szó lett, akkor erre gondolunk, hogy tulajdonképpen minden olyan rendszert, ahol valamilyen értelemben egyáltalán az emberek többségének van némi beleszólása a közügyekbe, azt már tulajdonképpen mindenki demokráciának hívja. És, 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 és ez azért zavaró egy kicsit, mert ugye a szó eredet jelentése mégis az lenne, hogy nép uralom. Ezt jelenti a görög szó, démosz az néped, de inkább mondom népgyűlés jelent, és hát a kratosz meg hatalma. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz azt megmondani, hogy egyáltalán milyen alapon minősítek mondjuk egy rendszert nem demokratikusnak, vagy demokratikusnak. Persze, mindenki elmondja, egy el kicsit szofisztikáltabb, hogy igen, hát ez egy ilyen skála vannak, nagyon, meg kevés, meg, ami, ami, valahol igaz is, de mégis, ha megfigyeljük, akkor ez egy, úgy viselkedik tényleg, mint egy varázsige, tehát és, amkor, és amikor, úgy használjuk, elítélőleg, hogy az nem demokratikus, az meg demokratikus, ugye, mégiscsak úgy használjuk, mint hogy ez egy ilyen bináris fogalom lenne, vagy az, vagy nem az. Miközben valóságban mindenki tudja, vagy legalábbis aki meg nem szakember, az érzi a lelkemén, hogy ez nem, ne, nem ilyen, hogy hogy, hogy, hogy egy vagy nulla demokrácia mennyisége. Szóval, a, a, tehát amit mondani akartam ezzel a hosszú monológgal, az összesen annyi, hogy, hogy a demokráciával kapcsolatos fogalmi problémáim, azok jótányit sem csökkentek az elmúlt évtizedek során. Más természetű problémáim vannak, mint mondjuk 14-15 éves koromban, de, de, de fogalmi problémáim, azok most is vannak bűn. És mi lehet ez a varázsige, ez a demokráciának a titka ereje, ami miatt még a legelnyomóbb diktatúrák is valamilyen módon, akár megrendezett módon is, úgyhogy maga a nép is tudja, hogy ez, ez nem egy valós választás vagy valós demokrácia, de mégis magukat demokratikusan akarják legitimizálni. Miközben a történelemben igazából azt figyelhetjük meg, hogy sokkal kevesebb ideig működtek az országok demokratikusan, mint autoritár rendszerben, és ehhez képest manapság, mint a már axiómaként fogadnánk el, hogy egy rendszernek dem demokratikusnak kell lenni, és pont. Igen, ugye itt két különböző dolog merült fel. Ugye az egyik az, hogy, tehát, hogy miért érzi úgy, hogy neki egyetlen legitimációs forrása az, hogy a, hogy a, népre hivatkozik. Hát ez egy nagyon hosszú, kér, nagyon hosszú fejtegetést igényelne, ami, amiben nem is vagyok ráadásul biztos. Tehát majdnem azt mondanám, hogy Ugye a demokráciának a talán valaha legnagyobb elméleti gondolkodója szerintem legalábbis az Alexis de Tocqueville volt, egy francia eh, politikus, egy időben volt külügyminiszter és eh, író, a, hogy mondjam, szociológiai eh, vizsgálódás egyik előfutára, aki egy nagyon híres könyvet írt az amerikai demokráciáról. Ugye francia létére elment Amerikába 1830-as években, pont akkor, amikor Amerikában is elkezdtek demokraták lenni, mert ők korábban nem voltak demokraták. Ahogy említette is, ez egy nagyon, nagyon, új dolog, az, hogy mindenki demokrata. Az Egyesült Államok alkotmánya az nem a demokráciáról szól. 1988-ban, 88-88-ban, amikor a viták folyt, senki nem, nem, nem akarta a demokráciát. Republikánusnak nevezték magukat, köztársasági érzelműnek nevezték magukat, a demokráciát azt mindig elutasította. Ez nem demokrácia, ez köztársaság. De pont akkor, amikor Tocqueville ott volt, akkor kezdett Amerikában, és ez a szó használat elterjedni, hogy demokrácia. És Tokir ugye ezen gondolkodott, ugyanazon, amire a kérdés foratkozott. hogy miért van ez, hogy, 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 a világban egyre több ország, pedig még ugye az 1830-as években vagyunk, nem, nem a 2020-as években, azt mondja, hogy mi, mi ez, a, mi ez a titka a, demokráciának, és, és tulajdonképpen ő sem tudja megmagyarázni, hanem azt mondja, hogy ha megnézzük az egész nyugati világon, akkor évszázadok óta ezt, a, ezt az egyenlőség felé való haladást látjuk. Ő sem tudja pontosan megmondani, hogy, hol, hogy miért kezdődött ez, mi történt. De azt látja, hogy ez egy megállíthatatlan dolog. Ez, amikor azt mondja ő maga, hogy több mint 500 éve kapta az első lökést, a demokratikus egyenlőség, akkor arra gondol, hogy például akkor volt az, amikor a francia rendi gyűlésbe először beengedték a úgymond közrendűeket is. Tehát nem csak a nemességet, meg a papság. Későbbi harmadik rendet. És azt mondja, ez akkor elkezdődött. Tehát, hogy van valami olyan, tényleg végső soron misztikus, <laughs> ilyen belső dinamikája a világ hogy haladunk az egyenlőség felé. Mert a demokráciának társadalmi értelemben az a jelentése, hogy egyenlőség. Ugye szemben az arisztokratikus, hierarchikus társadalmakkal egyenlőség elvűek politikai értelemben pedig ugye egy jellegzetes döntéshozatali mechanizmus jelent, de azt mondja, hogy a társadalmi demokrácia az valahogy valamikor elindult évszázadokkal ezelőtt, és azóta feltartóztatlanul halad előre. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ez miért történt, de, de ezzel nem lehet szembefordulni. Ő maga arisztokrata. Tehát ő maga egy, egy szó szerint 900 évre visszavezethető nemesi családból származik. Ugye de Tocqueville. És, és ennek ellenére azt hogy nem lehet. Nem lehet, nincs visszatérés. Van egy ilyen, van egy ilyen mozgása a történelemnek, hogyha egyszer elindultunk az egyenlősödés felé, akkor az, 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 azt már nem lehet megállítani. Tehát még amikor lesz is egy autoriter, vagy diktatórikus, vagy ugye ő nem ezt a szót használja, ő a zsarnokit, akkoriban az a klasszikus politikai szóhasználatban inkább zsarnokinak nevezték ezeket a rendszereket, ezt, még a zsarnoki rendszerek is a legitimációjukat mindenképpen ebben az egyre egyenlőbbé váló tömegben, magukban az emberekben fogják keresni. Valóban, ahogy említette, és hát vagy félrevezető módon, vagy, vagy tényleg. Kevesen tudják, de nem csak a szocializmusban vagy a kommunizmusban hivatkoztak erre a bizonyos szocialista demokráciára, hanem még mondjuk 1933-34-ben, a náci rendszer kezdetekor, Hitler, Hess, Goebbels rendszeresen írták le a náci rendszert, mint demokráciát. Ez a legnagyobb demokratikus forradalom a történelemben ilyeneket mondtak, szemben a nem valódi demokráciákkal, ami hát ilyen parlamentáris, ugye, mint az angol, meg a, hát ezek a liberális elfajzott demokráciák, ezzel szemben itt nálunk Németországban valóban a nép akarata érvényesül. Tehát igen, még az ilyen szélsőséges diktatúrák is, mint akár egy a, a nácizmus, ilyen is szerette a időnként, legalábbis később leszoktak el a szóhasználatról, de a hatalomátvétel idején rendszeresen, rendszeresen definiálták magukat demokrataként, és hát ahogy a kérdésben is implicite Benne volt, hogy hát ugye tényleg nevetséges hogy a kóreai népi demokratikus köztársaságtól kezdve a korábbi német demokratikus köztársaságig. Hány egyébként nyilvánvalóan uh, ilyen kevéssé demokratikus ország uh, nevezte magát demokráciának. Ha valaki egyébként persze azt mondja, hogy ez csak egy ilyen üres, szócséplés. Nem, megint hadd menjek vissza akkor a saját, hát gimnázium, meg még hát első egy-két egyetemi évemre is. Ugye nekünk még kötelező el kellett ugye marxizmus leninizmust tanulni. Tehát egyet, orvos egyetemen, mert hogy én orvos egyetemre jártam először, ott is nem tudom hány darab ilyen ideológiai tárgyunk volt, tehát tudományos szocializmus, politikai gazdaságtan, és így tovább. És, és, akkor például engem is érdekelt, hogy na hát azért a tankönyvben van, hogyan fogják ezt megmagyarázni, hogy az, ahol egy pártrendszer van, és ugye ezek ez a 85 egy jelöltből lehetett egyet választani, az miért demokratikusabb, mint a nyugat-európai rendszerek, ahol hát ez az se tökéletes, ahogy Churchill mondta, de hát mégiscsak azért legalább van 5-6-8-10 párt, amiből lehet választani. Hát azért az csak demokratikusabb, nem? És akkor a tankönyvnek erre volt válasza. Tehát ott komolyan megmagyarázták, hogy igen ám, lehet, hogy nálunk csak egy párt van, de az az egy párt az az egész népet képviseli. Munkásokat, parasztokat, dolgozókat, értelmiségieket. Tehát nincs is szükség több pártra, hiszen, hiszen ő mindenkinek kifejlő az akaratát. Ellenben a nyugat-európai országokban. Hát ott lehet, hogy van több párt, de egyik sem a dolgozókat képviseli, hanem mindenki a nagy tőke érdekeit. Jó, esetleg a kommunista párt kivételével, de, de de hát ezek valójában azért is van ilyen sok, mert mindegyik az valami partikuláris érdeket képvisel. Egyik sem képviseli igazából a, a népnek, az egész közösségnek az érdekeit. Tehát a milyen kigenis igazibb demokrácia. Jó, persze halljuk, hogy ez, ez, ez mennyire, mennyire, gyanús ez az érvelés, de volt érvelés. Tehát, tehát, és ez nem, egy, nem kifejezetten egy politikai pragmatizmusból fakadó érvelés volt, hanem valóban. Tehát ezt ez, ez vissza lehet mondjuk marx engelszig vezetni. Valóban ők is valami hasonlóról beszéltek, hogy, hogy az egy igazibb demokrácia, egy igazibb bevonása a népnek, ahol nem különböző részérdekeket képviselő pártok csinálják a demokráciát, hanem egy mindájunkat képviselő, mondjuk így egy kommunista politikai pár. Úgyhogy tehát a, a, a kérdésre röviden valami, hogy mi a válasz, hogy én sem tudom megmondani, hogy miért mindenki a, a, a népre hivatkozik, de az tény, hogy hogy manapság nem lehet másra, tehát egy olyan több évszázados folyamatnak vagyunk a, hát nem a végén, de, de, de legalábbis egy nagyon kései időszakában, amikor, amikor lehetetlenség eltekinteni ettől. Tehát egy nyíltan arisztokratikus politikát folytatni. Tehát azt mondani, hogy mi okosabbak vagyunk, van itt egy okos elit, amelyik jobban tudja, hogyan kell az országot vezetni, mint ti ezt, ez soha többet nem lehet már. Bárki. Sokan gondolják így, de, de, senki nem fogja kimondani. Ezt nem, lehet, ezt nem lehet, kimondani. Nem lehet. Egyszerűen ez kírja az ember magát a, a politikai mainstreamből, hogyha és nem csak a politikai, hanem a politika tudományból is. Van egy-kettő, egy-két szerzőt tudok összesen, aki, aki ilyen nyíltan kritizálja a demokráciát, de, de, hát ezek elszigetelt jelenségek. Tehát, tehát az ilyen tankönyvi közszely, amikor egy magyar politológia tankönyvben, politika tudomány tankönyvben, egyetemi tankönyvben azt olvasom, hogy a politika tudománya, a demokrácia tudománya. A többi politikai rendszerek azok, azok hogy már nem érvényesek, azok, azokat nem lehet egyáltalán logikusan vizsgálni sem. Vizsgálni logikusan észszerűen, egyedül a demokráciát lehet, tehát a politika tudománya, a demokrácia tudománya. És az emberi néz. hát ugye hát, hát, milyen érdekes korszak ez. Korábban év ezredekig a politikai filozófusok azon elmélkedtek, hogy melyik a legjobb politikai rendszer, milyen típusúak vannak egyáltalán, hogyan lehetne. Ma meg, mint hogyha az egésznek vége lenne, elérkeztünk tényleg a, hogy mondjam, a, evilági politikai mennyországba, és már tudjuk, hogy mi az egyetlen létező és helyes társadalmi és politikai forma, ez a demokrácia és kész. Csak hát mondom, ennek az az ára, hogy tulajdonképpen mindent politikát, minden olyan politikát, vagy társadalmat demokratikusnak kell neveznünk, ahol egyáltalán az embereknek bármilyen értelemben ne van valamennyi beleszólásuk a, 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 politikába. Nem tudom, hogy szabad, de még jobb ezen így. csak jobb, hogyha van konkrétumot mondok erre. Ugye a demokrácia, hogy mondtuk is, hát ez egy görög szó, görög, föltételezi mindenki, hogy valamikor ott keletkezett, ugye Aténban, Kreisten környéke valaki 2500 évvel ezelőtt. És ezért általában az ember azt gondolná, hogy minden demokrácia történeti kézikönyv, tankönyv is ott kezdi a tárgyalást. Ez eddig így is volt. Tehát hogy az elmúlt évekig ez ilyen evidens volt, hogy a demokrácia kezdete, akkor az a valahol ott Atén. És, és most már nem. És nem csak egyfajta ilyen politikai korrektségi jegyében, hogy ne Európában legyen, mm -hmm. eh, hanem tulajdonképpen némi joggal is, eh, most már most már átszokták helyezni ezt a kezdetet, sokkal korábbra és más kultúrákba. Eh, Oxford University Pressnél jelent meg egy pár évvel ezelőtt egy demokrácia világtörténete könyv, Temma Kaplan tollából, és Hamurapival, Mezopotámiába kezdődik. Ugye, de elsőre megint, hát az első reflexem az volt, hogy az is jót mosolyogtam, a hamurapját, én ugye emlékszem, hogy az ő foglalkozása az király volt, tehát hogy, hogy volt egy, egy mezopotámiai uralkodó demokrata. És akkor hát ez, a, ez az érv, hogy hát igen, elolvassuk az ő törvényeit, akkor abban például benne van, hogy amikor csatornát építünk, akkor meg kell kérdezni az embereket is, hogy, hogy, hogy ki hová szeretné, hogy hová, hová építsük azt a csatornát. Tehát mondja, tehát egyfajta demokrácia volt, mert a demokrácia semmi más nem jelent, mint hogy egyfajta, egyfajta kooperáció, egyfajta, egyfajta párbeszéd zajlik a társadalom tagjai közt. és, értem, hogy miről beszél, csak közben azért ott, 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 ott motoszkál az ember fejében, na de hát akkor, akkor, akkor minden politikai rendszer demokrácia nem. Hát azért valamilyen beleszólása az embereknek, ha akármilyen minimális is, tehát még a legszélsőségek diktatúrákban is van. Tehát, tehát, ott is időnként rendeznek ilyen közmeghallgatást, meg, meg az emberek, ha más nem, levelet írnak a népszabadság olvasói rovatába, hogy mit szeretnének. Tehát, tehát, valami beleszólás, az nem igaz, hogy semmi beleszólása nincsen. Hát akkor viszont akkor ez nem demokrácia, hanem ez egyáltalán a politika alap tulajdonsága, hogy az emberek valamennyire úgyhogy, úgyhogy még csak megint visszaérkezünk, ugye? Ezért visszaérkezünk ehhez a eh, alap eh, problémához, hogyha ha a demokráciát annyira tágan értsük, hogy bizonyos kooperáció a társadalom tagjai között, bizonyos beleszólás a tömegek részéről a politikai döntésekbe, akkor, akkor, akkor nem, 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 nem kellene akkor minden politikai rendszer Innentől kezdve demokráciának nevezni. Ha már itt beszéltünk a valódi, nem valódi demokráciáról, szóba jött ez a, ez a kifejezés a szovjetunió felbomlása óta különböző demokrácia skálák alakultak ki. Ugye a posztszovjet érában ott azért észlelték a, a nyugati világ, hogy ez nem pontosan olyan demokráciák alakultak ki, mint a nyugati demokráciákban. És hát rendkívül nagy ennek a, a, a szakirodalma, a hibrid rezsim, irányított demokrácia, patronális demokrácia, hogy igazából minden demokrácia előtti tag az fosztóképzője, és miért van szükség arra, hogy ennyire diversifikáljuk, a demokrácia fogalmát. No, nagyon érdekes kérdések, és nagyon összetett kérdések ezek. Tehát nem is tudom, hogy melyikkel kelljen. Ugye a, a skálák. Ugye önmagukban, ha valaki megnézi ezeket a demokrácia indexeket, ugye, ahol, ahol igyekeznek ugye számszerűsíteni, tehát ilyen különböző változók alapján szó szerint tehát kvantifikálni, tehát a, a, a demokráciáknak a minőségén. Most ha megnézve valaki például ezeket a változókat, amiket Freedom House-tól kezdve, ugye Economist Intelligence Unit különböző eh, nagy cégek foglalkoznak ezzel, hát ezeknek a eh, változóknak, amiket ők vizsgálnak, ezeknek a nagy részének semmi köze nincs a demokráciához a Freedom House-nak már a nevében is benne van, ugye, hogy ők inkább a szabadság érdekli őket. Tehát szabadságjogok érvényesülése, különböző alapvető emberi jogoknak az érvényesülése, különböző a bíróságoknak a függetlenség, ezeknek nem a demokráciához van közük, ugye értjük? Ezek nagyon fontos dolgok, nagyon jó dolgok, csak nem a demokráciához tartoznak. Az, hogy a bíróság azt például felülbírálhat akár egy, egy országgyűlési vagy akár egy népszavazási döntést is, mert megteheti az Egyesült Államok, és megteheti a legfelső bíróság, az nem demokratikus. Az nagyon is antidemokratikus. Az azt mondja, hogy még hogyha így is döntöttek a szavazásod, ez ellentétes az alkotmányjal, és én nem, nem fogom engedni. Tehát, tehát tulajdonképpen ezek a skálák egyfelől azt mutatják, amiről már beszéltem, hogy rendkívül rendkívül kiterjedt a demokrácia szónak a jelentése. Ma már nem egyszerűen azt jelent, mint valamikor, hogy a legfontosabb kérdéseket mondjuk a, a nép közvetlen szavazással dönti el, hanem beleértünk olyan dolgokat is, mint jogok. Szabadságok, mint, mint a politikai rendszernek, bíróságoknak, egyebeknek a, a politikai elrendezése, intézményes, rengeteg mindent beleértünk, és ezért aztán tulajdonképpen ezek az indexek nem valami jól körülírható demokráciát pontoznak, hanem egyáltalán a politikai rendszernek a, a hát a jóságát vagy rosszaságát. Tehát ez az egyik része, hogy ezek, ezek már messze túl vannak azon, megint azon az egyszerű demokrácia fogalma, nem azt mérik, hogy mennyire demokratikus, hanem azt, hogy mennyire szabad, mennyire jó, mennyire etikus egy, adott politikai rendszer. Ezt pontozza. Kettő. Amikor, amikor azt, azt említette, hogy a nyugati országok kezdték felismerni, hogy itt például a világnak ebben a része más fajta demokráciák vannak, nem olyanok, mint amit ott megszokni. Akkor viszont ezek a, ezek a, a demokrácia indexek nem vesztik el az értelmüket. Hiszen akkor nem arról van szó, hogy a demokrácia index minden tiszteletem a, ezeké a szervezeteké, de mégiscsak azt ételezi fel, hogy nálunk van egy jó, egy sokkal tökéletesebb és itt nem egy másfajta demokrácia van, mondjuk Kelet-Európában vagy Ázsia vagy Afrika egyes részein, hanem egy ugyanannak egy alacsonyabb rendű változata, egy még fejletlen változata. És ezért van az, hogy igenis nagyon sok politológus el is, el is utasítja az ilyen típusú skálázást. Tehát hogy nem arról, az összes, mi a hibrid, meg a, meg a választott autokrácia, meg a hasonló, ezek mind, mind ebben a, ebben a, 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 a fogalomkörben gondolkoznak, hogy hogy van a demokráciának egy ilyen abszolút mércéje. Tehát, hogy vannak a jó, a tökéletes, aztán jönnek ugye a flawed democracy, tehát ilyen hibás demokráciák, és aztán jönnek az ilyen, mint hibrid, meg hasonló, félautoriter, autoritás, és akkor ez egy ilyen skálán föl lehet vázolni de ez föltételezi azt, hogy nem különböző típusú demokráciák vannak, ugye értjük? Ez azt föltételezi, hogy egyfajta jó demokrácia van, és annak vannak hát ilyen, ilyen csökkent értékű, eh, hogy gyengébb vagy fejletlenebb kiadásai. Tehát eh, igenis, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ne, ne így oszt... tényleg fogadjuk el, hogy vannak különböző típusú demokráciák. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ne azt mondjuk, hogy Magyarországon hibrid, meg csökkent, meg ilyen a demokrácia, hát mondjuk azt, hogy itt létezik. Például egy plebisziter vezérdemokrácia. Ugye ez a Körösenyi Andrásnak ugye a kifejezése. Nem őt, és hát nem az ő kifejezés, mert ez egy Max Weberre visszamenő fogalom. Plebisziter, tehát igenis a népakaratra, a népszavazásra hivatkozó, de mégiscsak alapvetően egy politikai vezető személyében megtestesülő demokrácia. De, 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 hagyjuk az értékelő megjegyzéseket, ez nem ne mondjuk, hogy ez rossz, ez egy más. Ez olyasmi, hogy a Max ezt Napóleon kapcsán fogalmazta meg, persze. Hát Napóleon az, az, világos, hogy, hogy egy egyeduralkodó volt, de tény, hogy nagyon igényelte a nép támogatását. Tehát ő nem az a típusú uralkodó volt, és nem is akart az lenni, aki mondjuk fegyverek és, és rendőrség vagy biztonsági szolgálatok révén akarja rettegésben tartani a népét. Ő nem az a, nem az a típusú ember volt, ő olyan típusú ember volt, aki népszerű akart lenni. Aki azt akarta, hogy ő azért legyen császár, mert, mert, őt az emberek szeretik, mert őt támogatják. És hát minden jel szerint egyébként Napóleon tényleg az emberek jelentős része szerette és támogatta. Tehát, és, és, akkor azt mondani, hogy, ez egy, hogy hát Napóleon az egy, az egy, a demokrácia egy kezdetlegesebb fokát képviselte, nem meg más típusú politikai rendszert képviselt, mint mondjuk a későbbi liberális demokráciák. Tehát tehát a, a, a listázással, meg az indexeléssel ez a, ez, a, ez a probléma van, hogy mégiscsak feltételez egy abszolút demokrácia mércét, és akkor az azt jelentő, hogy meg egy abszolút demokrácia fogalmat is, ami, ami nem általában a demokráciát, hanem annak egy, egy típusát, egy bizonyos fejlett nyugati országokban megvalósult formáját tekinti demokráciának, és a többit igenis ehhez képest értékeli, értékeli le egészen pontosan. Ha elfogadjuk, hogy a demokráciánál nincsen jobb, akkor igazából a demokráciát kell fejlesztenünk, ezt tudjuk valahogy fejleszteni egy, egy jobb irányban. És ugye a demokráciának az alapproblémája az az, hogy ez a klasszikus képek, miszerint hogy két hülye, az egy okos le tud szavazni, vagy hogy két farkas, megszavaz az egy birk ellenébe, hogy akkor a birka legyen a vacsorán. Úgyhogy ez, a, ez a, alapvető problémája a demokráciának. Hogyan lehet ezzel javítani, hogy itt alapvetően itt a cenzusok kérdése volt az, ami, ami legtöbbször így kézenfekvő lenne, Azonban igazából a cenzusokkal nem, hogy éppen egy antidemokratikus folyamat születik, hiszen ugyanúgy gyakorlatilag egy kis csoport fog uralkodni, az okosok uralkodnak, a amontatni hülyék felett. Szóval mennyire tud megoldást nyújtani a cenzus, vagy bármilyen módosítás a demokráciában? Erre, erre megint több féle választ is lehet adni. Kezdjük először is azzal, hogy a cenzust bevezetni ma fejlett világban lehetetlen. Lehetetlen. Tehát amit, amikor a... a korábban arra utaltam, hogy a egyenlőség felé való haladás az már több száz éve elkezdődött valahol itt a nyugati világban, és aztán persze kiterjedt a világ többi részére is. Hát lásd a demokrácia maga is, ugye hát azért az mégiscsak Páce Hamurapi, meg, meg, meg a irokéz indiánok, de hát mégiscsak hát a, a, modern nyugati demokrácia az a, az a nyugatról terjedt el más földrészekre. Tehát hogy egyrészt nem lehet ezzel szembe menni. Hadd mondjak erre egy személyes élményt. Néhány évvel ezelőtt egy, egy, ilyen középiskolásoknak szóló politikai rendezvényen vetélkedőn voltam zsűritag. Ilyen vita verseny volt, tehát ilyen debate, ahol ez volt pont a feladat, hogy az egyik csapatnak a szenzus, egyfajta cenzúr bevezetése mellett kellett érvelni, a másiknak meg ellenem. Tehát egy nagyon, egy nagyon primitív, egyszerű cenzus, tehát az, hogy legalább érettségihez kössük a a, a, a szavazati jogot Magyarországon. És nagyon érdekes volt, hogy hiába érveltek nagyon jól azok, akik egyébként emellett érveltek, ugye, tehát hogy legalább egy minimális tájékozottságot igenis ez a politikai részvétel nem lehet mindenkinek alanyi jogon odaadni, hanem igenis éppen a demokrácia minősége érdekében legalább annyit várjunk el, hogy valaki mondjuk a, elvégezze mondjuk a, azt a bizonyos 12 osztályt, és az hogy ne lehessen. nagyon jól érveltek, meg minden a másik oldal inkább csak ezeket a demagógiákat tudtam mondani, de nem, az mindenkinek, mert az emberek, az egyetlen. És akkor nagyon érdekes volt a, az zsűri elnök az, az, egyébként egy, egy miniszter volt egyébként, tehát a jelenlegi kormányban is ott ülő miniszter, és ő mondta, hogy igen, tehát hogy neki személy szerint nagyon tetszett, ahogy itt érveltek az de értsék meg, hogy lehetetlen volt a feladat. Nem, nem ezt a vegvitát ők nem tudják megnyerni, akármilyen kifinomult elméleti érveléssel sem, mert a mai világban ő is ezt mondta, az egyenlőség ellen érvelni, az, hogy az alanyi jogon jár a politikai részvétel mindenkinek, nem lehet. Nem lehet. És, és, és nekem ez egy nagyon tanulságos emlék maradt, hogy igen, tehát ezt, ezt nem csak én érzem a magam filozófiai hogy a képzettségével, meg előtörténetével, hanem igen, ezt egy, ezt egy hivatásos politikus is pontosan tudja. Tehát, tehát ne, ezt nem én gondolom, hogy, hogy, hogy ők, ők nem mernek has, mást mondani, hanem ő is tudja, hogy nem szabad mást mondani. Tehát ez az egyik, hogy beszéltünk arról, hogy legyen szenzus, de úgyse lesz. Tehát ez teljesen reménytelen dolog. De egyébként ugye a, a, az ilyen megoldások, mint a cenzus és hasonlók, azok, azok valóban antidemokratikusak, de ugye Korlátozni igyekeznek, ugye ezt a bizonyos közvetlenül kiáradó népakarat. De, de erről ugye nem a cenzus a legjobb megoldás, mert a cenzus egy valamit nem fog kiküszöbölni. Azt, amire egyébként itt utalt is a kérdés, hogy a többség zsarnokság. Tehát azt, hogy végül is minden demokratikus módszer, teljesen mindegy, hogy a általános választójog van, és akkor az emberek 80%-a szavazó, vagy egy cenzusos, és akkor a népességnek csak a 20%-a, vagy a 10%. Az tök mindegy, mert azt nem tudja kiküszöbölni, hogy ha a többség egyszer döntött, akkor tud úgy kormányozni, hogy igenis a kisebbséget, akár a 49%-os kisebbséget is egyáltalán nem veszi figyelembe. És akkor mindegy, hogy az egész nép, vagy az népnek egy kisebb része, a többség zsarnokságát, ami az ókor óta a legnagyobb veszélyként érzékeltek. Mindig mindenfajta, tehát azért most a demokrácia az egy nagyon tág szó, de akkor mondjuk egy minden szavazással eldőlő kérdésben, ez ott van ez a veszély, hogy ha valakinek van egy stabil többsége, mindig 51%-kal ő akkor meg tudja azt tenni, hogy 49%-ot soha az életben nem vesz figyelembe. Ez a, és ezen nem mondom, hogy önmagában a cenzus nem fog védeni, mert az elit emberül lehet egy ugyanilyen megosztottság, és akkor az elit 51 az elit 49 át fogja leszavazni. Az is egyfajta többségi zsarnokság. Ugye az előbb nem tudom te Tokvian nek hogy az egyik leghíresebb fejezet ebbe az amerikai demokráciáról szóló könyvben, az pontosan többség zsarnokságáról szól, hogyan fogja Amerika kivédeni ezt a, ezt a veszélyt. És ő sem a cenzust vagy hasonlókat javasolja, hanem igenis olyan nem demokratikus intézményeket és megoldásokat, amik a, amik a demokráciának ezt a veszélyét ellensúlyozni tudják. Ezek nem demokratikusak. Az előbb én is említettem, hogy mondjuk a bírósági felülvizsgálat az nem demokratikus. Az igenis, hát ugye az, az egy ráadásul egy nagyon speciális elitnek, ugye egy, egy jogázi elitnek, és annak is egy egész kis csoportjának általában a területe. Ez nem demokratikus. Ezt ki kell mondani, csak nem szeretjük kimondani, ugye mert a demokrácia olyan tényleg varázsige, Ilyen mágikus formula, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem demokratikus, akkor már mindenki a szívéhez kap, hogy úristen, most, most mi, e, e, hogy merészeltem én azt mondani, hogy a bíróságok nem demokratikusak? Nem, az, ezt, ezt nem szeretjük hangosan kimondani, de erről van szó. Azokat azért hozták létre, például, hogy a legfelsőbb bíróság, a alkotmánybíróság, hogy az adott esetben igenis még egy népszavazásnak a, az eredményét is, hogyha a szó szerint alkotmányba ütközik, igenis megsemmisítheti. És és, 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 nagyon sok hasonló. Tehát, hogy a Tokvillnál ugye a másik, amit te meg, az a helyi önkormányzatok. Ugye? Tehát az, hogy az egész népnek a többsége, az ne tudja rákényszeríteni az akaratát, tehát mondjuk egy helyi közössége. Ugye ez nem, megint nem demokratikus. Az ország 99%-a mást akar, de én itt a helyi közösségemben nem, én, nem azt akarom, akkor ennek az 1%-nak hadd legyen most igazán. De ő is mondja, hogy a leg, ezeknek a legfontosabb része nem is az intézményes elrendezés. És ezt én is hatangsúlyozom már nagyon erősen. Ne, szóval bele vagyunk szerelmesedve, ha politikáról van szó, bele vagyunk szerelmesedve az intézményekbe. Intézmények, szabályok, eljárások, procedúrák. Nem. Nem. Ezek azért működnek egyáltalán az intézmények, az eljárások, a procedúrák, mert van valami politika előtti megalapodásuk. Tehát igenis van egy, van egy, kultúra, van egy, van egy, morális felfogása a közösségnek. Egyszerűen van egy ilyen, általában ki sem mondott konszenzus arról, hogy mit szabad és mit ne. Hogy mit szabad, de egyáltalán is mit ne. Énként mindig az volt a benyomásom, hogy amikor ilyen diktatúrák vannak, ott, ott nem, az, nem azért tud mondjuk egy Stálin egy korlátlan diktatúrát képíteni, mert olyan az intézményrendszer, hogy ki tudja küszöbölni az ellenvélemére, hanem azért, mert olyan a, hát az emberek jelentős részének a politikai kultúrája, hogy erre úgy is rábólint, hogy hát igen, ez ilyen a politika, ez, ez így működik. Igen, persze. És tudjuk, Stálin ma is a legnépszerűbb politika történeti személyiség Oroszországban. Tehát, tehát, hogy igenis van egy olyan közfelfogás, amelyik azt mondja, jó, hát Istenem, hát történtek dolgok, de hát, hát ez úgy bennem. Ellenben vannak olyan országok, csak hát nem félek a példákkal, hogy mondjak-e konkrétnak, de szóval vannak olyan országok azért Európában, ahol viszont azt, hogy mondjuk, a, hogy mondjuk egy kormány vagy egy politikai vezető, az mondjuk egyszerűen nyíltan mondjuk a saját baráti körét támogassa, az egyszerűen nem fér bele. Tehát nem arról, mert az intézmények megtiltják, meg van rá törvény, hanem azért, mert hát az egész ország így hőkön hogy micsoda hogy a köztársasági elnök a, mit tudom én, a barátja cégének adja meg. Rendet. Nem. Szóval, tehát nem, persze bíróságon is meg lehet támadni, meg, meg, a, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezt maga a politikus, meg, a, meg, meg az egyszerű választópolgár is egyszerűen úgy érzi, hogy ilyet nem csinál, ilyet, ilyet rendes ember nem csinál, ilyet, 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 ilyet nem csinál. Tehát, és, és ezt nem csak én mondom, hanem megint politikusok, tológusok is, tehát olyan, mint Robert Dahl, meg mondják, hogy az amerikai, ez a nagyon bonyolult amerikai politikai rendszer, a fékek és, ellensőknek ez iszonyatosan bonyolult, sok rétegű. Ez nem azért működik, mert, mert olyan jó ez, a, ez az intézményrendszer, hanem azért, mert van egy olyan szellem, Amelyik ez, amiben ez gyökerezik. Ennélkül a gondolkodás, szellem, kultúra nélkül nem működnének ezek a, ezek a nagyon bonyolult és, és, és specifikus intézmények. És Tokrill is valami ilyesmit mondott már jobban korábban a 19. században, hogy, eh, hogy Amerikában nem is az a lényeg, hogy a bíróságnak milyen jogköre van, hanem az, hogy egyáltalán létezik egy olyan jogászi réteg, amelyiknek van egy ilyen sajátos jogi kultúrája, egy, egy olyan sajátságos tisztelete a törvények, a törvényesség, a jog, sőt a törvényes hagyomány iránt, ami igenis képes, pusztán ezzel a testületi szellemével ellensúlyozni a demokrácia túlkapásait. És ugyanezt, tehát hogy a helyi közösségeknek van egy olyan gondolkodásmódja, egy olyan, fajta politikai aktivitás a szerve, ami önmagában képes, ahogy ő mondja, meg annyi zátonyt képezni a közakarat áradásával szemben. Tehát, tehát én igenis ezt mondom, hogy a, és ez manapságénként a politológiában is egy egyre inkább kedvelt kutatási téma is kezd lenni. Tehát, hogy ez ilyen ilyenfajta, egyrészt az informális politizálás, tehát ami nem ragadható meg konkrét intézmények, procedúrák eh, keretében, hanem, hanem, valami, valami attól. Eh, annál sokkal homályosabb, de mégiscsak sokkal erősebb eh, politikai eh, tényező, és, és hogy igenis van egy, van egy ilyen prepolitikai, tehát politikát megelőző társadalmi, kulturális, intellektuális háttere, amiktől működik egy intézményrendszer, vagy nem működik. Ha már cenzusokban nem is biztos, hogy változni fog a demokrácia, de technológiában egészen biztos, hogy változik. A digitalizáció mennyiben változtathatja meg alapvetően az egész demokrácia működését, felfogását? Ugye többen már big data diktatúráról, big a demokráciáról beszélnek, de már precedensek is vannak a, a digitalizáció megjelenése a demokráciában, például a Cambridge Analytica botránya, vagy különböző algoritmusok működése social médiában és mintha már nem is lenne szüksége a politikai elitnek, a politikai elitnek arra, hogy szavazásba nézze az emberek véleményét, hanem ezekkel a bizonyos algoritmusokkal már gyakorlatilag szavazás nélkül is egy sokkal jobban működő nép akarat tud érvényesülni. És hogy alapkérdés az lenne, hogy a digitalizációval egy gyorsabb, transzparensebb, hatékonyabb demokrácia következhet be vagy egy statisztikára és algoritmusokra alapuló egyfajta ilyen autoritár populizmus? Igen, tehát nem. Igen. Na, a kérdés első fel, nem, a másik fel, inkább igen. De, de a, mire mondtam azt, hogy nem. Ugye arra, hogy ez a, ez a demokráciának egy átláthatóbb, transzparensebb, hatékonyabb formán, ez egyértelműen nem. Tehát ez, ez ezek, a, ezek, a, várakozások, ezek mindig fölbukkannak, amikor valami új technikai megoldás jelenik meg, és aztán mindig szépen elhal. Az, hogy a, az, hogy mondjuk a modern technika, az, az nem egyszerűen becsatornázza az emberek egyébként létező véleményét, hanem adott esetben ő maga termeli meg, manipulálja ezt a véleményt. Ez nem a, a digitális korszaknak a, a félelme. Ez már sokkal korábban így volt. Ezt <tosz> egészen pontosan és legnagyobb... Valamikor egyébként már tokvillék is, mindig tokvillek, <tosz> kanyarodok, vissza, sejtették, tehát hogy a sajtó, a tömeg tájékoztatása, a tömeg szórakoztatása és hasonló, már akkor Amerikában ezt lehetett sejteni, hogy ez igenis nagymértékben formálja az emberek véleményét, és nem csak egyszerűen, nem csak egyszerűen leköveti, de hát igazából a 20. században. Tehát pontosan amikor ezek a típusú totalitárius diktatúrák megjelentek, akkor, akkor vették észre, hogy a, a televízió, a rádió, Filmhíradó, a televízió az kicsit később, de hát egyébként már, bár, már létezett már a idején is, de a tömegméretekben a film, meg a, meg a, meg a rádió az olyan, olyan fegyvert ad a hatalmon levő kezébe, ami, ami, ami teljesen kiszámíthatatlan, vagy mondjuk inkább, hogy szinte értelmetlenné teszi a demokráciának azt a hagyományos érvét, hogy hát hagyjuk, hogy az emberek maguk döntsenek ahogy ezt egyébként egy magyar uh, idős rockzenész nem kifejtette, hogy hát már azt se tudom, hogy amit gondolok, azt én gondolom. Ne, tehát, uh, tehát a Cambridge Analytica és hasonlók, azok ugye éppen azt mutatták meg, hogy ha az embernek ismerjük eléggé, nem, szociológiai, pszichológiai, stb. hátterét, a profilját, akkor pontosan tudjuk, hogy hogyan, uh, hogyan lehet valamilyen irányba terelni. Ez a, és valóban, ha belegondolunk, hát a politológusok is mit szoktak csinálni? Hát ezt, hogy fölmérik, hogy hány éves, milyen végzettségű, hol lakik, és ezektől függ, hogy egy, egy politikai kérdésről mi lesz a véleménye. Hamarabb tudjuk, hogy egy politikai kérdésről mit fog mondani, 90%-os valószínűsége, mint ő saját maga. Ugyan, tehát a sokkal erősebben sokkal jobban meghatározza a politikai gondolkodásomat az, hogy milyen településen élek. Hát akkor ez mit jelent? Tehát azt, hogy hát mégiscsak az volt a fikciónk, nem? Hogy, a, hogy hát az ember úgy önállóan gondolkodik, egy autonóm lény vagyok, megvizsgálom az ellene meg mellette szóló érveket, és aztán eldöntöm. És akkor mi derül ki? Az, hogy a foglalkozásom, vagy, a, vagy az, hogy hol lakom a lakóhelyem a születésem, az, hogy férfi vagyok-e, vagy nő, és hasonló, ez sokkal erősebben meghatározza a politikai véleményemet, mint, mint valami fajta ilyen, nem is tudom, uh, hol létező ilyen önálló gondolkodás. Ez, ez valójában egy nagyon-nagyon uh, kiózanító gondolat. Én mindig azt azon csodálkoztam, hogy ha az ember elolvas akár egy ilyen demokráciáról szóló politikatudományi értekezés, bár nem politikai filozófiait, ott felsorolnak tényleg egy millió érvet, amellett, hogy a demokrácia miért nagyszerű. És az ember ugyanott, ugyanazon az értelemben, az ember egyszer csak előkapja a szociálpszichológia tankönyvet, amibenek pontosan az ellenkezőt írják le. Tehát azt, hogy pontosan az emberi gondolkodást, milyen, milyen kiküszöbölhetetlen társadalmi körülmények határozzák meg és gyakorlatilag ott egyszer csak az ember szeme előtt párolog el ez a bizonyos autonóm politikai aktor, akire egyébként a demokrácia pozitív megítélésre hivatkozni szokott. Szóval, szóval nekem is kérdnék, hogy olvassuk már a kettőt így össze. Olvassuk el a demokrácia melletti politikai szónoklatokat, és tegyük mellé mondjuk a szociálpszichológiának a, szociál a legalapvetőbb fölismeréseit, arról, hogy hogyan is hozunk mi döntéseket, mi alapján. Tehát ezért mondom, hogy önmagában a, a, a digitalizáció és a hát most itt vagyunk a mesterséges intelligencia, már csodálkoztam, hogy itt tűnünk nem tudom hány, hány perce, és még nem hangzott el az a szó, hogy mesterséges intelligencia. Ugye, manapság tényleg hát az ember egy, nem tudom, egy, 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 cukrászdába nem tud úgy elmenni, hogy, hogy öt percen belül ne a mesterséges intelligencia témája kerülne szóba. Szóval a lényeg az, hogy nem fogja ezeket a mesterséges intelligencia sem, és a digitalizáció sem tette láthat, átláthatóbbá, transzparensebbé, és, és nem, nem, Ö, nem, ne, és, és, és hatékonyabbá sem. Ezt, ezt őszintén morálisabbá biztos, hogy nem, és hatékonyabbá sem. Ugye annak idején, amikor az internet bejött a 90-es években, ott is ezt pontosan láttuk. Első körben óriási várakozások voltak. Most végre megvalósul az, ami az Aténi Agóra hogy tényleg az emberek közvetlenül szólhatnak egymáshoz, tudnak egymással közvetlenül kommunikálni, megvitatni a közösség ügyeit, és akkor ez volt ugye a korai korszak. Néhány éven belül aztán jöttek a ezzel ellentétes empirikus kutatások, hogy nem igaz, mert ugye véleménybuborékok, különböző szűrők, manipulációs, mennyire nem nem valósult meg az, hogy mostantól kezdve átláthatóbb és, és főleg színvonalasabb lesz mondjuk a, a politikai élet. E, és 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 hát most már nyilván ezért van, hogy például a mesterséges intelligencia korszakában. Már, már, már tulajdonképpen ezt, a, ezt, a, ezt az eufórikus korszakot talán át sem éltük, vagy olyan rövid volt, hogy észesen vettük, mert már szinte az első pillanattól kezdve legalább annyian figyelmeztetnek a veszélyeire. Pontosan abban az értem, hogy igenis nem átláthatóbbá, mondjuk átláthatatlanabbá teszi, sokkal inkább képes ugye, olyan típusú ö, nem valós tartalmakat létrehozni, amiket én mindig nagyon tisztelen becsülöm azokat a kollégáimat, meg politikai aktivistákat, akik azzal foglalkoznak, hogy ugye, ugye, hogyan lehetne az embereket megtanítani arra, hogy, a, hogy az álhíreket kiszűrjék, hogy a hamis információkat felismerjék, hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni. Nem lehet. Szóval ezt látjuk, hogy ez egy, ez egy szélmalomharc, harc, teljesen lehetetlen. Éppen a, éppen a technika hozza létre olyan mennyiségben az információt, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, senki nem tudja kontrollálni. Tehát, tehát az egy az egy, az, egy, az, egy, illúzió, az egy nagyon-nagyon-nagyon optimista álomkép, hogy majd az emberek felnőnek ehhez, és akkor megtanulnak szelektálni, meg stb. Nem, próbálkozunk vele minnyáján, saját életünkben is, de, de be kell látnunk, hogy, hogy erre nincsen, nincsen igazából megoldásunk, és, a technikai fejlődés az pont ezt fogja. Én mondom, tehát egyébként ugyanez, hogy majd, a, majd az új technikai eszközök azok megvalósítják a valódi társadalmi párbeszédet. Ezt még, 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 az se igaz, amit mondtam, hogy a rádió meg a film kapcsán, nem igaz. Már az elektromos távíró kapcsán a 19. században felvetették, hogy a morzekép az majd megoldja, és akkor minden. A, gőz, a, gőzhajó majd, mert fú, és akkor a világ összezsugorodik, mindenhova elutazhatunk, és akkor az emberek majd milyen so, mi, mennyivel jobban meg fogják érteni egymást. Tehát, tehát egészen elképesztő, hogy hogy, hogy, hogy ezek a technikai illúziók, ezek, ezek mindig vannak, de valójában a, Valójában, ha nincsen, és megint oda térek vissza, amit már egyébként egyszer említettem, hogy ha nincs alapvetően a társadalomban egy ilyenfajta politikai kultúra, ami tényleg a részvételre, tényleg, a, tényleg az egymás meghallgatására, tényleg a, a józan e, véleményalkotásra vonatkozik, ha nincs meg ez az alap, akkor utána nincs olyan technikai eszköz, amivel ezt létre lehetne hozni. Ezek erre épülnek rá, de önmagában, hogy is mondjam, csak a politikai, vagy társadalmi, vagy kulturális problémákra, politikai társadalmi, és kulturális válaszok vannak, és nem technikaiak. Szóval ez a technikai civilizációnek egy nagy csapda, de mindig azt hiszük, hogy a, hogy a technika az képes mondjuk morális vagy politikai kérdéseket megoldani. Nem képes rá, mert nem arra való. Jó, szóval, tehát ezt értsünk meg. Egy politikai kérdés, a politikai válasz van, egy technikai kérdésre van technikai válasz. A technika önmagában, akármilyen fejlett technika is, nem fogja megoldani. Pontosan azt látjuk, hogy legalább annyi problémát vett föl, mint amennyit, mint amennyit megold. Ha egyébként itt az előbb szóba került a pszichológia is, nagyon érdekes, hogy a 20. századi totalitárius rendszerek kialakulása idején, tehát föl a 30-as években, az egyik, amitől nagyon féltek, az a technika, tehát a, tényleg azok, akik a, ténylegesen a, 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 a diktatúráktól tartottak, azoknak a mindenhatóságától tartottak, egyrészt a technikai eszközök. És ezt tudjuk is, tehát, hogy egy náci Németország milyen fantasztikusan, lelkesen, úgy tetszik, igenis progresszív módon használta ugye a technikai eredményeket. De a másik, amitől nagyon féltek, az a pszichológia. Tehát, hogy maga a pszichológia tudománya ugye, akkoriban ugye, ívelt fel, mint, hogy ha ezt a kettőt mondta, összepárosítjuk, tehát a technikai lehetőségeket, a most már valóban számunkra rendelkezésre álló, pszichológiai tudással, ennek a kettőnek a kombinációja, az nem csak az úgynevezett ilyen totális diktatúrákban, hanem bármelyik országban lehetővé fogja tenni azt. Hogy, hogy tulajdonképpen a demokrácia abban az értelemben értelmét veszti, hogy az emberek önálló döntései vannak. Ez, ez, ez a kettőnek a párosítása az valami olyanfajta, olyanfajta befolyásolási teret fog megnyitni, amit még soha korábban nem láttunk. Ez nagyon érdekes. Tehát ez, ez tehát mit tudom, a brit a, 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 a katolikus szerző. Christopher dawson kezdve mondjuk a amerikai történészig a Guy Stanton Fordig, és még nagyon sokakat lehetne sorolni. Ez egy ilyen majdnem közhely volt történészi politikatudományi körökben, hogy a demokrácia korszakának vége van. A pszichológia és a technika korszakában Nem, nem, nem nincs értelme olyan értelemben demokráciáról beszélni, ahogy azt egyébként eddig tettük. Utolsó kérdésként a jövőt szemlélve. Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy a jövőben is demokratikus rendszerben fogunk élni? Egyáltalán baj -e, ha nem abba fogunk élni? És hogyha mégis azt gondolnánk, hogy egy demokratikus rendszer lenne a szerencsés, akkor hogyan tudjuk észlelni, hogyha távolodnánk ettől az iránytól? Mik ezek a jelek, amik, amikre nekünk figyelnünk kell, és amikre igenis áldoznunk kell? Jó, hát ugye végül is én egész idő alatt arról próbáltam beszélni, hogy demokrácia nincsen, tehát úgy értem, hogy annyira homályos és, és kiterjedt lett ez a fogalom, hogy, hogy nem, 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 is, nem is, nagyon tudom értelmezni, hogy mit jelentett az, hogy nem. Ugye én, én, mindig arra próbáltam itt utalni, hogy persze én is tudom, hogy Észak-Korea és Finnország az, az nem, nem, nem azonos kategóriába tartozik. Igen és, és azt sem kétséges számomra, hogy melyik országban elég szívesebben a kettőkön. De de, 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 én azért nem, a demokra, nem azt szeretném mondani, hogy az egyik az demokratikusabb, a másik meg kevésbé, vagy egyáltalán nem demokratikus, hanem amit ugye mondtam az előbb, hanem azt mondanám, hogy az egyikben az embereknek több és értelmesebb módjuk van arra, hogy valamennyire befolyásolják a mint a másikban. De, de, de ott sem ők gyakorolják az uralmat. Ott is egy politikusi elit gyakorolja a hatalmat, ez mindig mindenütt. Így van, ezt néha szokták is mondani, hogy oligarchia vas törvénye, tehát hogy valójában mindig egy kisebbség irányít, mindig ők vannak hatalma, de az nem mindegy persze, hogy, hogy valamilyen szinten azért befolyásolni tudjuk-e vagy sem. Tehát én nem úgy tenném fel a kérdést, hogy mi a demokrácia jövője, meg meg, meg hogyan lehet kevésbé vagy, vagy, vagy jobban demokratának lenni, hanem hogy mondtam korábban is, én jobban szeretem ezt az archaikus kifejezést, hogy vegyes kormányzat. Ugye ez egy ókorban már Platón használta, a középkorban, pedig egyetemen ezt tekintették a legjobb rendszernek. Tehát én azt mondanám, hogy a mi dolgunk nem az lenne, hogy először demokrácián lovagoljunk, hogy ú, én nem demokratikus, meg az nem demokratikus, meg még demokratikus, meg félig demokratikus, meg autoritár, meg ilyen. Meg. Azt mondanám, hogy én, 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 a, én, én, én számomra legkívánatosabb jövő az, hogy ezeket a vegyes, Rendszereket, ezeket a vegyes kormányzatokat őrizzük meg. Tehát igen, legyen, legyen, a, 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 legyen egy olyan politikai kultúra, ahol, a, ahol az emberek részvételére is szükség van, de, de, de ne ringassuk magukat abban az ábrán, hogy, hogy lehet egy, egy elit nélkül kormányozni, sőt, mondjuk ki, hát a legtöbb országban igenis van ráadásul egy személyi vezető is, aki egyébként a, a politikai közösségnek az egységét kifejezi, de részben meg is teremti e, pusztán a saját személyemet. Tehát én azt mondanám, hogy a, e, hogy, hogy, a, a demokráciák indexelése, számolgatása és hasonlók, én, e, én, az alap, én alapvető kérdésnek továbbra is a, a, a kulturális kérdést tartom. Tehát az, hogy, e, az ilyen típusú vegyes kormányzatok, amelyek elismerik, mindegyik elismerik, hogy, a, hogy, hogy az ő hatalma nem korlátlan, Ugye, a többség zsarnokságát, a már sokat idézett Tokvél, ugye, egy jellegzetes alfejezettel vezeti be a többség mindenhatóságába. Tehát azt mondja, hogy a demokráciára leselkedő legnagyobb veszély az, hogy a, nem a nép, hanem a többség akarata, ugye, az ezekben, ott nem véletlenül használni ilyen teológiai kifejezéseket, hogy mindenható. Tehát tényleg a többséget úgy tekintjük, hogy egy isten lenne. Arról nem szabad rosszat mondani, arra azon nem szabad szembefordulni, az mindenható, minden tudó, az, az tévedhetetlen, az, az az, az, élet minden részére beszivárog, az tényleg, tényleg, olyan, mint egy, mint egy Isten, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És nem ő volt az egyetlen. Nekem van egy, egy könyvem, ami még 2018-ban járt meg politikai teológiák címmel, és az pontosan az egyik fejezetében a demokráciának ezt a felfogását nevezte szó szerint teológiai felfogásnak, amikor különösebb, különösebb racionális érvelés helyett egyszerűen elfogadjuk, hogy a, már pedig mindenben a többség döntésének kell érvényesülnie. Ez egy, ez egy, ez egy ugyanúgy nem, nem észszerűen megindokolható kijelentés, ahogyan mondjuk egy, 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 egy vallási dogma sem. Bár néha azt mondom, hogy ehhez képest egyes vallási dogmák megdöbbentően észszerűek, de, de amit mondani akarok, hogy ilyen, tehát, tehát azt kellene megérteni, hogy itt nem intézmények, nem eljárások és hasonlók felől kell megközelíteni. Azok fontosak, de azok már csak az eredménye lehetnek egy olyan típusú gondolkodásnak, ami nem muszáj demokratikusnak nevezni, hanem ahogy, ahogy azt itt végig próbálom érzékeltetni, egyáltalán az emberek beleszólásának a, a a, a, a rendszere, nem, nem önmagában, és annak a kultúrája, annak a, annak a szellemisége, nem pedig a, 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 a nem, semmiképpen sem, a, az ókori értelemben vett demokrácia, ahol tehát a népgyűlés és annak többsége az bárkivel szemben az akaratát érvényesíteni tudja. Az lehet, hogy nagyon demokratikus volt, de de, és ahhoz képest igenis azt kell nem a kevésbé vagyunk demokratikusak, de, 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 nem biztos, hogy ettől az jobb is volt. Csak úgy átadtam, amikor már az elén utaltam arra, hogy demokrácia egy ilyen varázsszó lett, amit, amit egy ilyen egyértelműen pozitív jelentéssel ruházunk fel, akkor erre is van még egy ilyen utolsó anekdotám. Évekre ezelőtt egy közösségi oldalon egy ilyen civil szervezet, akiket hát a demokrácia. Pontosan, erősítsük a demokráciát. És, és valaki egy, 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 egy ilyen kommentbe azért úgy föltette a kérdést, hogy bocsánat, és a demokrácia sose lehet rossz. És hát nagyon érdekes volt, mert az egyik moderátora a csoportnak, tehát ennek a szervezetnek egyik vezetője, Kerek Perec, odaírta, hogy nem. A demokrácia nem lehet rossz. Miért? Mert a demokrácia a definíciója az, hogy jó politikai rendszer. Tehát azt mondani, hogy rossz demokrácia, az olyan, mint azt mondanak, hogy ez egy rossz jó rendszer, tehát ez egy fogalmi ellenmondás, ez, ez egyszerűen értelmetlenség. Most nyilván elsőre ezen szintén nagyon jót kacagtam, hogy ja, ez a demokrácia definíciója. És később kezdtem el úgy gondolkozni, hogy igen, manapság tényleg nagyon sokan úgy használják a demokratikus szót, hogy ezzel semmi más nem akarnak mondani egy politikai rendszerről, csupán azt, hogy hogy pozitív, szimpatikus, nekünk tetsző. Tehát, tehát nem egyszerűen arról beszél, hogy egy adott intézményrendszer, eljárásrendszer az, 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 az demokratikus, hanem arról beszél, hogy ha úgy általában a politika úgy jól működik, akkor, akkor azt ő már hajlamos automatikusan nem azzal a szóval leírni, hogy jó, hogy, hogy kellemes, hogy hatékony, hanem hajlamos azzal a szóval leírni, hogy demokratikus. Ez mutatja legjobban, hogy a demokrácia nem csak egy ilyen fogalmi értelemben tágult ki, hanem, hanem valóban egy ilyen morális fogalom lett, ami, ami valamiképpen az abszolút jónak lett a szinonimája. Akkor reméljük, hogy ez a bizonyos vegyes rendszerünk egyre jobb és jobb lesz. Nyírkos Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet. Sziasztok!